A jelenlegi szabályozás szerint az elhunytat koporsós temetés esetén 15 napon belül el kell temetni. Az ezen túli temettetésnek pedig két feltétele van. A holttestet folyamatosan hűteni kell, és a hozzátartozónak kérelmeznie kell az illetékes járási hivataltól egy erről szóló engedélyt. Ez legfeljebb a halott vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 45. napig szólhat. A hamvasztásos temetéskor a hamvasztást követően 90 nap áll a hozzátartozók rendelkezésére arra, hogy az elhunytat végső nyughelyére helyezzék. A változtatás előnye, hogy több időt biztosít szociális temetés esetén az elhunyt hozzátartozóinak felkutatására, normál szertartásnál pedig a temetési ceremónia megszervezésére. A hozzátartozók felkutatása, illetve hát sok esetben a például büntények esetén, megfagyások esetén, nem természetes halál alá hunytak esetén a személyazonosság megalapítása szintén olyan kérdés, ami időigényes, és ezért volt szükség arra, hogy kitolják a temetésnek a határidejét az elhalálozáshoz képest. A tapasztalatok szerint az elmúlt években megváltoztak a magyarországi temetkezési szokások, mivel egyre több hozzátartozó kéri az elhunyt urnás temetését a hagyományos koporsóshoz képest. A szakember szerint a jövőben is növekszik majd a hamvasztások száma, aminek több oka is van. A kismértékben is, de a urnás temetés költsége kisebb, mint egy koporsós temetésé. A másik talán a szokásokban és a modernizációban rejlik. Egy urnával mobilisabb az egész család. Tehát, hogyha például más vidékre költöznek, és a szeretteiket maguk mellett akarják tudni, akkor el tudják vinni az urnát magukkal. A harmadik pedig kulturális szokásokban, illetve közösségi értékekben gyökerezik, azt gondolom. Tehát, hogyha például vidékre megyünk egy kisebb közösségbe, ott még mindig tradicionális temetési módok, tehát koporsós temetés van döntően. Ahogyan városokba, nagyobb városokba megyünk, majdnem azt mondanám, hogy ahol az értékek egy picit lazábbak és sokrétűbbek, és gyorsabbá válik, felfokozottabbá az élettempó, ott inkább az urnás temetést részesítik előnyben. A temettetés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások árai településenként különbözőek. Egy koporsós temetés átlagosan 200-350 ezer forintba, egy hamvasztásos urnás temetés pedig 150-250 ezer forintba kerülhet az elhunyt hozzátartozóinak.